A Marosvásárhelyi Bürgerház, vagy közismert nevén az Aranykakas megmentéséért szállt síkra 15 középiskolás. Az örökségünk őrei fogadj örökbe egy műemléket program keretében. Első lépésként szakértők bevonásával interaktív beszélgetést szerveznek. Messzük meg! Ezt üzenik ezek a diákok, akik körbejárják az emblematikus épületet. Belül szemét, törmelék, hiányoznak az ablakok. A diákokat viszont ez nem tántorítja el, sőt, lelkesen gyűjtik az adatokat, amelyekre ráépíthetik kampányukat. A legfontosabb az, hogy tulajdonképpen ez, hogy kinek a tulajdon az aranykakas, meg hogy mi a szándéka. Tehát ezt sokan nem tudják, és a másik az, hogy pedig, hogy fel kéne újítani, és hogy ennek milyen lehetőségei vannak. A 15 fős csoportnak számos ötlete van. Meg szeretnénk mozgatni a fiatalságot is, például kincskereséseket szervezni akár az aranykakas, akár az egész város területén, ami végül itt az aranykakasban végződik. Szeretnénk napokat tartani, amikor koncertek lesznek, különböző beszélgetések meghívottakkal. A középiskolások osztályfőnöke László József még járt az Aranykakas vendéglőben. Szerinte a csoport szerencsés, hogy ezt az épületet vehette örökbe. Ugyanakkor a diákjait is méltatta. Sokszor sok helyen lehet hallani az értékek válságáról, hogy most olyan kort élünk. Hát ezek a lépések éppen ez ellen történnek. Én úgy látom, hogy tehát nem a generációval van probléma, mert ők szívesen és örömmel figyelnek az ilyen dolgokra. A csapat első lépésként az Aranykakas múltja, jelene és jövője címmel interaktív beszélgetést szervez Fülöp Tímea a Kultúrpalota igazgatójának és Orbán János történésznek a bevonásával csütörtökön 17 órától a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban.